Az autonómia az a döntéseknek a közeltartása a néphez, és a székely nép autonómia igénye az gyakorlatilag minden ilyent megragad. Az oktatást, a tájékoztatást, a közigazgatást, az anyanyelv használatot. Ez mind arról szólna, hogy minél közelebbi döntések szülessenek a polgárokhoz, és minél közvetlenebbül részt vehessünk abban, hogy hogyan is szeretnénk élni az életünket, alakítani a sorsunkat. Székelyföld szabad és gazdag lesz. Egy olyan autonóm tartománya Romániának, amelyre maga Románia is büszke lesz. Ebben a szép új világban Románia büszkélkedni fog Székelyfölddel, és a székely autonómiát, a székely kezdeményezőkészséget akár példaként is állítja majd más régiói elé, hogy ti is így csináljátok, mint a székelyek. Haza fognak térni a székelyek szerte a világból, hiszen így is vágyódnak, de emberhez méltó életet az autonómia között tudunk számukra biztosítani, és ebben a szép új világ Székelyföldjében minden székely otthonra talál Székelyföldön. Az autonómia statutum egyes pontjait kellene sorra venni. Én kiragadnék dolgokat ebből. Székelyföld parlamentje, Székelyföld kormánya helyi érdekű törvényeket hozhat, Székelyföld kormánya köztelevíziót, közrádiót hozhat létre, ami ebben a pillanatban hiányzik például, de intézkedéseket hozhat számos olyan területen, mint az erdőgazdaság, a vadvédelem, a környezetvédelem. És akkor nagyon leegyszerűsítve a kérdést, a medve, mert ez egy visszatérő téma Székelyföldön, hát az autonóm Székelyföldön büszkesége lesz a Székelyföldnek. Nem egy veszélyforrás, hanem egyfajta szimbolikus totem állata, úgy, mint a sas vagy a bivaj Amerikának, és meg fog jelenni számos székely szimbóluman, és nem fog veszélyt jelenteni az emberekre, mi magunk gazdálkodunk Székelyföld vadállományával. Képesek vagyunk ezt megtenni, és érdekeltek vagyunk abban, hogy Székelyföldön a környezet ne a romlás felé menjen. Tehát mi magunk tudjuk megvédeni Székelyföld állatvilágát, erdeit, vizeit, és bízzák ezt ránk. Úgy a törvényes feltételeket meg tudjuk teremteni, mint azok végrehajtását. Nem Bukarestből kell ezt intézni, ezt Székelyföldön kell elintézni. Ez csak egyetlen kis szelete annak, amit a székely autonómia statutum tartalmaz, de hát a székelyföldi erőforrásoknak a kiaknázása is a régió hatáskörébe tartozik. Egyetlen népet sem lehet megfosztani saját erőforrásaitól. És Székelyföld gazdag. A székelység jogosult arra, hogy a Székelyföld alatt levő földgázat kiaknázza és értékesítse. Jogosult arra, hogy Székelyföld borvizeit, általában a forrásvizeket értékesítse. Ez a székely nép tulajdona. Az autonómia azért lenne jó Székelyföldnek, mert egyrészt bevezetné a nyelvi jogokat, illetve betartatná azokat a nyelvi jogokat, amelyek már papíron rendelkeznek a székelyek, amelyekkel már rendelkeznek papíron a székelyek, viszont a gyakorlatba ültetés az igencsak akadozik. Ugyanakkor a gazdasági tekintetben is nagyon sokat jelenten az autonómia Székelyföld számára. Gyakorlatilag most azt tapasztaljuk, hogy a nagyvállalatok az adó lejeinket gyakorlatilag Bukarestbe viszik, és ez az, amit nem szeretnénk, mivel nettó befizetői vagyunk Romániának. Több tőke áramlik innen ki, mint amennyit visszaosztásból kapunk gyakorlatilag a központi kormánytól. Ezt a helyzetet el szeretnénk kerülni, azt szeretnénk, hogy önellátó közösségként, önellátó régióként tudjunk magunkról gondoskodni, és hogyha már ez így van, akkor szeretnénk ezt úgy tenni, ahogy mi jónak látjuk.